Tarsolj. A Lánchíd Rádió hétvégi kulturális magazinja. Szerkesztő műsorvezető Sós Andrea. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 2013. április 27-e szombat van. A kerekítő foglalkozások, népi ölbeli játékai, a művészeti nevelés csírái. A legkisebbek és szüleik mondókás mókázhatnak, bábos tornán vehetnek részt, vagy a kerekítő tippentőn a magyar néptánc kincsel is ismerkedhetnek. Én magam ez utóbbira látogattam el nemrégiben. A mai nyelvészkedőben a Kazinczy díjak minapi átadása apropóján a Kazinczy alapítványról beszélgetünk, a Kazinczy díjas Bordi Andrással. 50 éves a zalaegerszegi József Attila könyvtár. Hamarosan kiderül, mi mindennel készülnek a jubileumra. Újra lesz színházak éjszakája. A tavalyi nagy sikerű varázslatos Így után jövő szombaton ismét kinyílnak a fővárosi teátrumok kapui, hogy becsalogassák a nagyérdemű publikumot. Az esemény apropóján a Tarsolj második órájában mi is sokat beszélünk majd a színházakról. Népi ölbeli játékok, mozgássorral kísért ritmusos mondókák, a művészeti nevelés csírái, az anya-gyermek kapcsolat alapkövei. A kerekítő foglalkozásokat évekkel ezelőtt Jékovács Judit indította útjára. Mára az országot átszövő, sőt a külhoni területeken szerveződött kerekítő klubokban sok gyermek és szülő élvezheti az ölbeli játékokat. De nem csak azokat, hiszen van már kerekítő tippentő, ahol a néptánc elemeivel is megismerkedhetnek a legkisebbek, és van kerekítő bábos torna is. Mi több, könyvek is megjelentek otthoni mondókázáshoz. Nemrégiben magam is ellátogattam egy kerekítő tippentő foglalkozásra, ahol tanúja voltam a szülők és a csöpségek örömteli együttlétének, majd pedig a kerekítőt alapító Jékovács Judittal, a tippentőt levezénylő Csekemarosi Eszter táncpedagógussal és egy édesanyával beszélgettem. 2009-ben, tehát körülbelül 4 évvel ezelőtt indult útjára a kerekítő gyerekfoglalkozás Jékovács Judit kezdeményezésére, és egészen hihetetlen, hogy ebben a 4 évben már mi minden történt. Ugye mi beszélgettünk akkoriban is, akkor még csak az ölbeli játékokról volt szó, mondókáztak a gyerekek, és hát most már van tippentő, bábozás, könyvek, és még egy sor minden, amiről hát szívesen hallunk is, hogyha összefoglalnád nekünk ezt a pár évet, és mi a jelen. Igen, tulajdonképpen a könyvvel kezdődött az egész, a kerekítő mondókás kötet sorozat, akkor indult útjára 2009-ben. Úgy voltunk vele, hogy tulajdonképpen ezeket a játékokat úgy a legkönnyebb megtanulni, elsajátítani, élővé tenni, hogyha nem csak olvassa az anyuka a gyermekével, hanem közösségekben együtt elevenítjük fel, mivel hogy egy mozdulatkincs is tartozik a rigmusokhoz, a sorokhoz, ezért úgy a legkönnyebb megtanulni őket. Mire gondolok itt? Lovagoltatókra, cirógatókra, dögönyözőkre, csiklandozókra, cirókázókra, és hát nagyanyáink játéktára igen bő, úgyhogy immáron a 3. kötet jelent meg. Hozzá kell tennem, hogy a 3. kötet már annak is köszönhető, hogy a foglalkozásvezetők is a saját tájegységeikből elküldték a kedvenc mondókáikat, ölbeli játékaikat. Volt, amit már ismertem, de
nekem is úgy tetszett meg igazán, ahogy láttam náluk eljátszó, úgyhogy ez nagyon érdekes dolog. A foglalkozások is tulajdonképpen pont erre jók, hogy az anyuka is kedvet kap egy újabb játék megvalósításhoz. A kerekítő foglalkozásoknak három fajtája alakult ki. Az egyik a kerekítő mondókás móka, ami egy félórás höcögés, göcögés, kacagása a könyveknek a mondókái nyomán. Természetesen élő hangszerjátékkal és népdalokkal, népi gyermekdalokkal színesítve, sétáltatókkal, dögönyözőkkel. A bábos torna az abban más, hogy ugye az összes foglalkozásra 0-3 éves korig várjuk a gyerekeket, kivéve a bábos tornán ott már jó, hogyha tud a gyermek járni, tehát oda 1-3 éves korig várjuk őket. Kerekítő Manó apró bájbjeleneteivel kezdődik, ez a mindennapi életből ellopott apró jelenetekből áll, jeles napi vonatkozásai vannak. Kerekítő Manót az összes könyvünkben, tehát a kerekítő sorozatban ott bújkál a lapokon megtalálhatjuk, és ez a Manó kell tulajdonképpen életre a bábos torna foglalkozásokon. A foglalkozás tornaszeres játéktérrel zárul, ahol szabadon kipróbálhatják a gyerekek a forgótölcsért, a mászólagutat, a trambulint, tehát egy ilyen benti játszóterezés tulajdonképpen a vége, ami pedig közte van, az tulajdonképpen ugyanúgy a magyar őrbeli játékokból, népi játékokból, mondókákból merítünk, és népdalokból. Ugye, ami különlegessége az, hogy maga ez a bábos torna foglalkozás is gyakorlatilag csak népi anyagra épül, és a végére hagytam a tippentőt, ami egy nagy kincs, néptánc pedagógusok tartják. Ez tulajdonképpen a mondókás móka, de megtoldva egy 10 perces néptáncos résszel, ami a szülőknek szól, a szülőkön keresztül szól a gyerekeknek, tehát nem a gyerekeket tanítjuk a néptáncnak az alapmozdulataira, hanem a szülők érzik jól magukat ezáltal. Ez tulajdonképpen egy kedvet csináló ahhoz, hogy később elmenjenek el táncházba, gyerekeiket beírassák néptánc csoportokba. Örülök annak, hogy ahogy beszélsz, elmondod, hogy a hagyományőrzés a fontos, meg hogy itt a szülők érzik jól magukat, de a gyerekek is. Szerencsére nem hangzott el az a szó, hogy ez majd fejleszti a gyerekeken, mert most ugye nagyon nagy divat, hogy egy sor minden területen már egy-két éves korban elkezdenek a gyerekek fejlődni, és hát itt nem ezen van a hangsúly. Pontosan, a gyermekek maguktól fejlődnek, tehát iskoláskorig úgy gondoljuk, hogy nincsen szükség semmilyen direkt tanításra. Ami nagyon fontos, az érzelmi biztonság, az anya-gyermek kapcsolatot segítjük azzal, hogy önfelett perceket szereznek egymásnak, az anyuka a gyermeknek, azzal, hogy a gyermek pedig kacag, azzal a gyermek az anyukának, és minél többet mosolyognak egymásra, és érintik, öleli az anyuka a gyermeket. Ez tulajdonképpen egy körforgás, tehát egy örömkör alakul ki, és már itt az élet kezdetén jelentősége van. Az ősbizalom, amivel születnek a gyermekek, annak a megtartása az első két évnek a szerepe, és az őrbeli játékokon, mondókákon, az éneklésen keresztül ez mind megtörténik. Nagyon egyszerű dolog, ha csak arra gondolunk, hogy maga az éneklő szülő, mondókázó szülő nem feszült, és ez már egy ajándéka a gyermeknek. Tulajdonképpen a foglalkozások lényege is az, hogy nem az a fél óra, hogy abban ott mi történik, az a lényeg, hogy annak folytatása van otthon. Anyuka elsajátítja, megtanulja, és otthon a mindennapokban, akár figyelemelterésre, vigasztalásra, vagy pedig ugye a vidám percek megéléséhez segíti ezt hozzá, egy ilyen játékrepertoárt nyújtunk. A foglalkozásokon csak a népi anyag van központban, viszont a könyves polcokon, a kerekítőnek köszönhetően a kacagtató lapozókat is megtalálhatjuk, mely őrbeli játékok magyar költők verseire. Tehát ez egy teljesen újszerű, merész vállalkozás volt, de nagyon nagy örömére szolgált itt a olvasó közönségnek. Tulajdonképpen itt a népi őrbeli játékok mintájára olyan rövid vers részleteket kerestem magyar költőknek a verseiből, amihez a népi ritmusokhoz hasonlóan mozdulatkincset találtam ki, és őrbeli játékokká varázsoltam. Hát ezt nem lehet ugye minden verssel meg versrészlettel megcsinálni, de találtam az irodalmon belül egy ilyen 20-25 erre alkalmas és szép játékot, ami tovább bővíti ugye az otthoni játék repertoárt. Itt is megtartottuk azt, hogy a köteten belül egy kép, egy letisztult kép,
egy mondóka, egy játékleírás tematika legyen. Tulajdonképpen az összes mondókás kötetem ebben különbözik az összes többitől, hogy ez nem egy gyűjtemény, hanem egy teljesen emészthető dolog, tehát a gyermeknek is kézbevaló, kicsi méretű, kevesebb több alapon, tehát egy oldalon mindig csak egy mondókát találunk, és mely költők soraira höcöghetünk, nevethetünk. Kányádi Sándor, Veres Miklós, Illyés Gyula, Zák Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, kitáltam hozzá, hogy melyikre tudunk csúszdázni, reptetni, lógázni. És hát tudjuk, hogy vannak tervek, és persze arról még nem beszélünk, de Kerekítő továbbra is itt van velünk, és fejlődik. Köszönöm szépen Jékovács Juditnak. Édesanyát kérdezek, aki 2 éves kislányát hozta a foglalkozásra. Ez a Kerekítő Tippentő, amin éppen részt vettetek a kicsikétben. Szeptembertől járunk, és nagyon szereti, élvezi nagyon. Azt figyeltem, hogy a végén egy altatódal volt, és hát tudtak valamit eleink, mert ezek a népi altatok tényleg majdnem minden kicsit a álomba ringattak, és hát ő is nagyon elálmosodott. Igen, el is fáradnak nagyon, mert figyelniük kell végig, de ismerik is a kvázi a programot, mert tudják, hogy a végén így megnyugszunk, elcsendesedünk, és tényleg ezek a jó kis ritmusok, meg dalok megnyugtatják őket, és úgy elpihennek. Hát most már lassan 1,5 éve jártok, mondhatjuk azt. Van valamilyen változás, amit észreveszel a kicsinél otthon is akár? Hogyne, hát ő még mindig készülünk, mondom, hogy megyünk táncra, és már pár szót tud beszélni, és mondja, hogy tánci-tánci, és ő is örül, és készül, és mindig nagyon szívesen jön. Ugye a Kerekítő foglalkozásoknak az a sajátossága más foglalkozásokhoz képest, hogy kifejezetten a népi kultúránk a segítség, illetve annak a hagyományait őrzik, tehát olyanok a dalok, a táncok, ez is számít neked, hogy pont egy ilyen hagyományőrző csoportban vagytok? Igen, nagyon is számít, ezért is jöttünk szívesen, mert nem minden ilyen versikét ismerünk, egy párat tudunk, azt szívesen énekeljük, a többit megtanuljuk, tehát hogy ez nekünk szülőknek is egy tanulási folyamat, nem csak a gyerekeknek. Ő az első gyermeke? Nem, harmadik. Van egy 17 éves lányom, egy 13 éves fiam, és ő egy ilyen kis utolsó ajándék az élettől. Ő próbálhatta ki csak egyedül a Kerekítőt, igaz? Mert akkoriban még igen, nem volt. Nem volt, de mindig jártunk ide, itt voltak ilyen táncházak a nagyokkal is, és szeretik ezeket a dalokat. Ezeket otthon is gyakoroljátok-e ugyanúgy? Próbáljuk, de nem tudom mindent megjegyezni. Egy párat, ami úgy ismerős és visszajön, azokat gyakoroljuk és szereti, de úgy mindig az évszakoknak, az ünnepeknek megfelelően újakat is tanulunk. Tehát nem 1,5 éve ugyanazt énekeljük, hanem a karácsonyra, a húsvétra készülve, a farsang volt, a böjtök. Mindig hozott az Eszter egy pár új mondókát, és akkor azokat is megtanultuk. Ezek a gyerekek még nagyon picik, állandó közösség talán nem is kell nekik, de hát itt azért hetente egyszer együtt vannak a kortársaikkal. Igénylik már, szerintem 2 éves kor körül igénylik a közösséget, vannak is ismerős barátaik, és nagyon szívesen jönnek, és az Esztert szeretném nagyon megdicsérni idézőjelbe, hogy nagy szeretettel, türelemmel van velük, és mindig az ő kis lelküknek megfelelő dalokat hoz. Mit vársz ettől, hogyha a gyerekek egy ilyenfajta zenei és egyáltalán kulturális nevelés kapnak már ilyen fiatalon, az majd jelentős lesz valamilyen módon az életük?
Én azt gondolom, hogy egyrészt a zene nagyon fontos, mindig a zenetanításról beszélnek, másrészt meg, hogy ezek a dallamok és mondókák ismerősek lesznek neki később is, ha nem is tudja pontosan, hogy honnan, de beléjük ívódik ez a mondóka, az ének, és ez ott mélyen el lesz raktározva, és én bízom abban, hogy ez számítani fog, igen. Azt jelenti, hogy gazdagabb emberek lesznek, bármivel is foglalkoznak majd. Nyitottabbak, igen. A tippentő foglalkozás után leültünk kicsit beszélgetni Cseke Marosi Eszter néptáncpedagógussal, aki mióta is tartja ezeket a foglalkozásokat? 3 éve tartok kerekítő tippentő foglalkozásokat, többek között itt a Művelődési Házban, de Budapesten több más helyszínen is, és most már hál' Istennek vidéken is egyre több kerekítő tippentő van. Kerekítő tippentő, tehát ugye az öbeli játékok, mondókák a kiindulási alap itt is, de hozzájön a néptánc. Így van, hát a mi foglalkozásainkon, a mondókákon, ölbeli játékokon, népdalokon túl a magyar néptánc alapmozdulataival ismerkedhetnek a szülők és a gyerekek. Ezt mindenki természetesen az életkorának megfelelően teheti. Vannak még egészen pici pár hónapos babáink, akik édesanyjuk vagy apukájuk, nagymamájuk karjában ringatózva érzik meg először tulajdonképpen a népzene, néptánc lüktetését. Régen is úgy zajlott, hogy egy-egy lakodalomba, egy-egy mulatságban már az ilyen pici karonülő babákat is elvitték, és akkor az anyuka ringatózott vele a zenére. Itt is tulajdonképpen ugyanez megszületik a foglalkozás. És aztán, ahogy nőnek, növekednek, lekerülnek a földre, vagy a szüleikkel kézen fogva, de sokszor már teljesen önállóan táncolnak ők is kedvükre, természetesen teljesen kötetlenül nem tanulnak ők tánclépéseket, hanem ami jól esik, amit ösztönösen hoznak magukkal, hiszen ebben az életkorban még mindenkinek természetes dolog az, hogyha megszólal a muzsika, akkor ringatózni, rugózni kezdünk, lépegetni kezdünk, és ezt tehetik itt tulajdonképpen magyar népzenére a kerekítő tippentő foglalkozásokon. Hát igen, természetes, ez valóban elgondolkoztató, hogy hol romlunk el, és hogyha járunk tippentőre, akkor nem fogunk. Én remélem, hogy ez ad egy olyan alapot, amit még nagyon fontosnak tartok, hogy itt a szülőkkel együtt, tehát hogy a szülő is egy példát mutat, hogy táncolni, mulatni jó, és együtt élik meg ezt az élményt, és én bízom benne, hogy ezek a családok később, hogyha a kerekítőből már kinőnek, akkor táncházakban keresik majd az alkalmat tovább ugyanúgy a közös játékra, közös táncra, és itt teremtjük meg ennek az alapját. Ahogy én néztem a foglalkozást, ugye neked nem csupán át kell adni az ismereteket, és jó kedvel vezényelni az egészet, ami hát nyilvánvalóan nem esett nehezedre, de mindenkihez néhány jó szót szólsz, a gyerekekhez ugyanúgy, nekik ugyanúgy bízniuk kell benned, mint az anyukában már, mint a foglalkozás alkalmával, és hát a szülők is tőled várják a segítséget, a támogatást, tehát hogy ez egyfajta felelősség is. Természetesen igen, nagyon fontos egy bizalmi kapcsolat kialakítása vagy kialakulása, talán ez magától is alakul. Ez egy ilyen interakció tulajdonképpen a szülőkkel is, meg a babákkal is, megtalálni azt, amikor közelíthetünk feléjük, amikor inkább távolabbról szeretnének barátkozni. Nyilván törekszünk, hogy minél bizalmasabb kapcsolat alakuljon ki a foglalkozásokon, mert ahhoz, hogy egy olyan szülő is bátran merjen táncolni velünk, aki még ezt soha életében nem próbálta, ehhez egy nagyon oldott légkörnek kell kialakulni, hogy a gátlások feloldódjanak, és tényleg önfeledten tudjunk együtt szórakozni tulajdonképpen. A szülőknek nehezebb, hiszen nekik több a gátlásuk, mint a kicsiknek. Igen, de az a tapasztalat, hogy hamar feloldódnak ezek a gátlások, mivel nincsenek elvárások, ezért mindenki saját tudásának,
képességeinek megfelelően bármit csinálhat tulajdonképpen így a muzsika szóra. Csak egy iránymutatás, amikor én mutatom a lépéseket, nincsen semmi számon kérés vagy javítgatás, hanem ahogy sikerül, meg ahogy jól esik. Nagy a pörgés egy ilyen órán, mert a gyerekeket hosszú időre egy valamivel nem lehet lekötni, úgyhogy a mondókázás, aztán tánc követi, aztán kicsit körbe kell menni, szaladni, sétálni, leülni, a végén pedig jön az altató. Így van, sokszor kapok ilyen visszajelzéseket, örömmel mondják a szülők, hogy foglalkozások után olyan könnyű elaltatni a kicsikéket, mert elfáradnak. Nyilván nagyon sok inger éri őket, különböző népi hangszereket használunk a foglalkozásokon, tehát hangzásban is sokféle az inger, meg mozgásban is. Természetesen az életkoruknak megfelelően nagyon sok az ismétlés, egy-egy játékon belül is, és hétről hétre is ez az ismétlődés, de egy foglalkozáson belül természetesen sok a változatosság, és hogy ne unják meg a kicsik, úgyhogy ezt kell ügyesen hétről hétre összehangolni. Ugye most már évek óta tartasz kerekítő tippentő foglalkozásokat, és hát ahogy már mondtam, látszik rajtad, hogy ezt te tiszta szívedből adod, és a befogadókon is látszik, hogy ezt ők nagyon is értékelik. Mi az, ami a legtöbb örömet adja neked a munkában? Hát nagyon sok a pozitív visszajelzés. Szülők sokszor mesélnek arról, hogy már az a kerekítős napon, amikor reggel fölébred, az egészen pici, még alig beszélő kisbaba már körözgetni kezd a kezébe, hiszen minden foglalkozást egy ilyen játékkal kezdünk, és már tudják, érzik, hogy jönnek, jelzik a szülőnek, hogy szeretnének is jönni. Ezek nagyon kedves visszajelzések. A másik, ami nekem nagyon nagy élmény, hogy most már több olyan ovis táncosom van, akik kerekítőből nőttek föl, és utána jöttek hozzám óvodás csoportba is táncolni. Úgy érzem, hogy ez a lényege ennek, hogy innentől tovább tudjanak lépni, és tovább-tovább az egész életükön át elkísérje őket a hagyomány szeretet, meg a táncnak, a zenének a szeretete. Nagyon szépen köszönöm Cseke Marosi Eszternek, hogy beszélgetett velem a kerekítő tippentőről. Meg volt a vacsorán, már be is fújhatunk a jó meleg ágyba. Már is ring a A világ kerek és élni jó. Közvetítik a népi ölbeli játékok. A kerekítő foglalkozásokat Jékovács Judit indította útjára. Mára az országot átszövő, sőt a külhoni területeken szerveződött kerekítő klubokban sok gyermek és szülője élvezheti az ölbeli játékokat. De nem csak azokat, hiszen van már kerekítő tippentő, ahol a néptánc elemeivel is ismerkedhetnek a kicsik, és van kerekítő bábos torna is. Mi több könyvek is megjelentek otthoni mundókázáshoz. Az elmúlt percekben egy kerekítő tippentő foglalkozáson jártunk, ahol az alapító Jékovács Judittal, a tippentőt levezénylő Cseke Marosi Eszter táncpedagógussal és egy édesanyával beszélgettünk.